Váci megnyújtja Süvegeshez, Szalai megy ki, jól rúgja középre, kanyogfejes a kapu mellé. Víg, ezúttal Sülefejel, de a tatabányai kapu mellé. Arany, ő csereként állt be, Gyimesi elhúzza a lábát, baljátékvezető továbbotint, szép kényszerítőzés, Szekeres léphet ki nagy helyzetben, elhúzza Koszta mellett is, de túl hosszan. Nem lesz gól a helyzetből. Zombori, nagyhoz, középre, és Füle hagyja ki a nagy helyzetet. Előző fordulóban az MK mérkőzésen nyújtott rossz szereplésed miatt nem szerepeltetett az edző, most azonban kezdember voltál. Hát az, hogy rossz formám miatt, hát szerintem a csapat is rossz volt, de végül is az a edző dolga, hogy kiket küld a pályára. Sokan azt mondták, hogy megsértődtél, ehelyett remek játékot produkáltál. Hát azt hiszem ez a legjobb válasz rá, hogy nem voltam megsértődve. Akkor mesélj valamit a két gólról. Süvegez Zoli zicser helyzetbe került, tehát valahogy zicser labdát kapott, a Koszta Janira vezette rá, vagy a Jani jött ki jól, vagy a Zoli hibázott, és elén pattant a labda egy olyan 20 méterre. És végül is hát a Jani is kín volt, meg még azt hiszem akkor támaszkodott föl, és elég kellemesen jött a labdát. Úgy gondoltam, hogy berúgom. És a második? Hát a második az begyakorolt figura.